Soponya környéke a honfoglalás óta magyar laktavidék. Szupuna néven már 1276-ban történik róla említés. A következő ismertebb feljegyzés 1688-ból származik, eszerint a török hódoltság alatt sziget Soponya lakossága a Nádor csatorna és a Malom csatorna közt élt. A 17. század közepétől a falu története szorosan összekapcsolódik Nagy Láng históriájával. Nagy Láng a török uralom alatt gyakorlatilag elpusztult, az új helyen felépült falu pedig a szomszédos birtokokkal, így Soponyával együtt várpalota tartozéka maradt. 1650-től egészen 1945-ig a területet a Zichy család Lángi ága birtokolta. A család kastélyát 1751 és 57 között építették, pontosabban az akkor épült udvarházat bővítették kastélyá 1772-73-ban. Erre a kastélyra a 19. század elején Pollak Mihály tervei alapján került emelet, a homlokzatok pedig új, klasszicista kialakítást kaptak. A II. Világháború után feldúlt és sokáig gazdátlan kastélyt 1952 és 59 között gyermekotthonná, illetve iskolává alakították. Műemléki restaurálására 1984 és 89 között került sor. A Rákóczi szabadságharc idején Soponya lakossága elmenekült, majd visszatérve 1713-ban már nem a szigeten, hanem a mostani helyen, a Székesfehérvár Simontornyai út mentén építették és alakították ki a falut. Soponya földművelő népe zömében református vallású volt. A református templom 1720-ban épült, 1892-ben átalakították, felújították. Tornyát 1945-ben a II. Világháború harci cselekményei során felrobbantották. A templomot 1993 és 97 között újították fel. 1945 után a nincs telenek között földet, házhelyet osztottak ki. Budapesti falujárok segítségével felújították az iskolát, új orvosi rendelő, gyógyszertár épült, néhány évtized alatt a község arculata jelentősen megváltozott. A faluban természetesen katolikus közösség is él, hiszen a jobbára katolikus vallású Nagy Láng közigazgatásilag 1936-ban egyesült Soponyával. Mivel a volt Zichy kastély és kápolna a nevelő otthon kezelésébe került, a római katolikusok 1959-ben az oltári szentség tiszteletére új templomot építettek. 1960-ban a termelőszövetkezetek létrejöttekor egy művelődési házat is kapott a falu, két évtizeddel később pedig új iskolával, tornateremmel, később egy vendéglővel is gazdagodott Soponya. A faluban a régi hagyományok ápolása mellett újabbakat is teremtenek. Áprilisban szentgyörgynapi vigasságokat tartanak, májusban Orbán napi borversenyt, de fontos ünnepük az úrnapi búcsú és az évről évre gazdagabb programokat kínáló augusztus 20-a kapcsán megrendezett Soponyai napok rendezvénysorozata is. A programok népszerűsége pedig azt jelzi, hogy a falu egyre inkább közösséggé váló lakossága, körülbelül 2000 ember, fontosnak érzi a település régi és új hagyományainak őrzését.